Most már az új pályán gyakorolhatnak a Tolnai Tájak Híjász Egyesület sportolói. Hosszas egyeztetések után Szekszárdon megkapták ezt a területet a régi Polák pálya mellett. A hely ideális arra, hogy 50, de akár 70 méteres lőtávot is beállítsanak. A csapat jelenleg 27 fővel működik, és szinte minden szakágban és kategóriában versenyeznek az egyesület sportolói. Ha szakágokat nézzük, akkor igazán főként a pályai ijászatban, terepi ijászatban és 3D-s ijászatban versenyzünk. Ha a kategóriákat nézzük, akkor majdnem minden kategóriában versenyzünk. Versenyzőnknek, most a 27 főnek talán azt mondom, hogy inkább a fele, aki folyamatosan versenyekre jár. Próbálunk eljutni 3D-s régiós versenyekre, országos versenyekre, ahova csak lehet, illetve Európai és Világbajnokságra, mert egyesületünkben azért vannak Európai és Világbajnoki címek is. Ezek mellett próbálunk versenyeket is rendezni, vannak saját versenyeink, illetve azt szeretnénk, megpróbálunk idehozni Szekszárdra országos versenyeket, itt értek ezzel alatt a GP-ket és OB-kat, ez sikerült is majdnem minden évben valamelyik versenyt idehozni. Én úgy látom, hogy a versenyzők szeretnek ide járni hozzánk, ezeket a versenyeket Sötétvölgybe rendezzük meg. Vannak a történelmi íjak, vannak a reflexíjak, illetve vannak a csigás íjak. És ezen belül is felszereltségtől függően többfajta kategória van. Például a csigás íjban vannak a H-húsok, vannak a C-húsok, az egyik egy vadász kategória, a másik egy irándékos kategória. A reflexben ugye vannak verbósok, vadászíjászok, illetve az olimpiai ijászat, ami az olimpián is szerepel. Van, akinél ez egy hosszú folyamat, és van, aki több íjat is vált, próbálkozik. Úgy kezdődik, hogyha valaki hozzánk jön, és még nem fogott íja kezébe, akkor megpróbálunk segíteni, elindítjuk vagy egy történelmi íjjal, vagy egy vadászreflex íjjal, ezzel elkezd edzeni. Pár hónap után ugye látja is az íjakat, hogy milyenek vannak, illetve melyik az, ami tetszik neki, melyik az, ami kézreálló, és melyik az, ami bejön igazán is, amit megszeret, és ez alapján próbálunk segíteni nekik. A pandémia itt is, mint minden más sportágnál, picit visszavetette az utánpótlást. Ez a két éves covidos időszak ez nem tett jót ennek, ugye nagyon kevés edzést tudtunk tartani, egy kicsit lemorzsolódtak, most 2-3 gyerekünk van, a többi az középkorosztály, illetve idősebb korosztály. A pálya, ha elkészül, úgy, ahogy eltervezték, akár hosszú távra megoldja a sportolók lehetőségeit, az edzések. Eddig a sportközpontnak a területén kaptunk egy területet, azt használtuk, csak ott a tavalyi évben fejlesztések történtek, és sajnos el kellett jönnünk. Most Szekszárdváros segítségével kaptunk egy területet itt kinn a régi Pólák pályán. Ez egy erdős, dzsumbújos terület volt. Ezt szeretnénk átalakítani, illetve már, ahogy lehet látni, már meg is próbáltuk átalakítani. Még mindig nagyon sok munka van itt, de szeretnénk egy olyan pályát létrehozni, ami hosszú távon egy nagyon jól működik, és én úgy gondolom a régióban egy nagyon, nagyon színvonalas pálya lenne. Abból a szempontból, hogy két különálló pályát szeretnénk csinálni. Az egyik pálya az lenne egy hosszú távú pálya, ami 70 méterig lehet lőni, illetve lenne egy rövid távú pálya, ami 45 méterig lehet használni, és ez teljesen Y-alakban különálló pálya lesz, nem zavarják egymást a versenyzők. Az új pálya azért is kiemelten fontos, mert a közeljövőben megrendezésre kerülő országos bajnokságon terep és 3D-s szakákban is megmérethettetik magukat az egyesület tagjai, illetve Szlovákiában is, ahol egy világbajnokság keretein belül bemutathatják ijász tudásukat.